Professzor dr. Szécsi Gábor, a Szekszárdi Intézmény dékánja kérésünkre elmondta a tanévvel kapcsolatos gondolatait. Ma divatos, már-már politikai jelmondattá is váló kijelentés, hogy az egyetem elsődleges feladata, hogy megfelelő tudásanyaggal rendelkező fiatalokat bocsásson ki, ugye a munkaerő világába. Ez is nagyon lényeges, nagyon fontos, de ennél sokkal fontosabb, hogy valóban olyan képességekkel, olyan tudással, olyan nyitottsággal, kreativitással, értelmiségi attitűdökkel lépjenek ki az egyetem kapuin, amelyek révén megfelelő módon és időben tudnak reagálni a kihívásokra, mert rengeteg a kihívás. Én bízom abban, hogy az egyetem ilyen értelemben is megfelel feladatának. Örömteli hír, hogy folyamatosan nő a hallgatói létszám, mondta Gyurkovics János. Ez az iskolának a hosszú távú létjogosultságát biztosítja, mert azért az elmúlt időszakban volt több újratervezés, alkalmazkodni kellett a körülményekhez, de most úgy látjuk, hogy stabil, növekülő létszámmal beállt a dolog, és ez nekünk nyugodtságot és megbízhatóságot jelent. Orbán Attila, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke beszédében kívánt eredményes és sikeres tanévet a hallgatóknak. Már több éve van alkalmam köszönteni az egyetem polgárait, akár évkezdéskor, akár a végzősök kibocsátásán, és úgy érzem, hogy a közös programok, a többszöri találkozások, az együttgondolkodás, közös munka egyre inkább szövetségessé tesz minket. A megjelent gólyák kaptak útravalóként motiváló gondolatokat, bölcs tanácsokat, segítséget az elkövetkezendő éveikhez, amiből táplálkozhatnak majd a nehéz időszakokban.